Katya, a Dorka, a Jani, a Juli, mindenki tudja, hogy mekkora buli. A Lili Suli! Lili Suli meséi. Szepes Mária, Pöttyös Panni és Kockás Peti naplója. A pasaréti olimpia. Végre eljött az ideje, hogy Panni lerajzolja és megírja Tamarának a pasaréti olimpia igaz történetét. Mert Kockás Peti mumpszot kapott, és így Panni biztos lehetett abban, hogy legalább 2 hétig nem engedik ki pajtását a lakásból. Peti az ablakon át integetett Panninak a ház belső körfolyósóján, mert szobája ablaka oda nyílt. Fáj? Kérdezte a kislány. Meghiszem azt! Rettenetesen fáj és ragályos! Először akkora volt, mint egy görög dinnye, de már leapadt! Kiáltotta Peti kevélyen. Mikor jöhetsz játszani? Kérdezte Panni. Még sokáig nem jöhetek ki, felelte Peti. Mialatt aggódó mamája újra fejére tekerte a kötést. Előbb külön kocsival kijönnek hozzám és megfertőtlenítenek, meg én is őket, nehogy megkapják a bacillusokat. Gyorsan rászorított az ablakra egy óriási bacillust, amelyet ő festett egy rajzlapra. A nevét is odaírta. Mumps Boldizsár! Ez a bacillus fővezér, kiabálta a torka szakadtából, de mamája már elhúzta az ablaktól. Így Panni hozzálátott a napló következő fejezetének megírásához. Panni mindjárt az elején hűségesen megírta, hogy az olimpia ötlete Peti fejében született meg. Összehívták 3 utca valamennyi gyerekét, és megbeszélték, hogy a pasaréten gyerekolimpiát rendeznek. Ez a verseny dönti el, melyik gyerek a környék legjobb futója, rollerezője, súlydobója, súlyemelője, birkózója és cselgács bajnoka. Azon kívül néhány rendkívüli számot is beiktatnak, mint például csúzli versenyt, gombfocit, állathangutánzást, vízipisztolyos távlövést és léggömbök magassági versenyét. Nevezéseket legkésőbb 3 napon belül kell benyújtani, hogy összeállíthassák a műsort. Jelentkezzék az is, aki plakátfestésre vállalkozik. Vagy 30 gyerek nyüzsgött az üres telken, ahol a gyűlést tartották. Peti kezdeményezése óriási lelkesedést keltett. Plakátfestésre Panni is jelentkezett, mert tudta, hogy a nagymama majd segít neki, és remélte, hogy akkor talán ő nyújtja be a legszebb olimpiai plakátot. Plakátverseny nem lesz a számok között? Kérdezte Petitől. A többi gyerek is helyeselt. Igen, igen, legyen plakátverseny is! És mi lesz a versenydíjakkal? Kérdezte Peti. Persze, díjak is kellenek, arra gyűjtünk! Mondták a gyerekek. Léggömbre gyűjtünk, jelentette ki Peti. A díjakat otthonról hozzuk. A mi vitrinünkben rengeteg mindenféle vacak van. Vacakért senki se erőlteti meg magát, kiáltotta Berkes Bömbi. Ne ordíts a fülembe, szólt rá Peti. Nem vagyok süket, gyönyörű díjak lesznek, de nem csak díjakért küzdünk. Hanem miért? Súgta Bömbi. A dicsőségért, felelte Peti, és nagyot ugrott a levegőbe, mintha már is edzésre készülne. Legyen szappanbuborék fújó verseny is, könyörgött Boros Jutka. Egyre másra ajánlották a legmeglepőbb versenyszámokat. Berkes Bömbi gyorsevő versenyt ajánlott, Peti zsonglőr versenyt műanyag tányérokkal és poharakkal. A ribári ikrek légyfogó mérkőzés mellett kardoskodtak. Végül mégis kialakultak az olimpiai versenyszámok. Nagymama, akit Panni, Jutka és Peti ajánlatára szintén beneveztek a szellemi olimpiára, szívességből több példányban legépelte nekik az olimpiai műsort. Az ellen viszont tiltakozni próbált, hogy őt is versenyzőnek jelöljék. Én nem vagyok gyerek, nagymamák nem indulhatnak olimpiai mérkőzésen, méghozzá a gyerekek között. Dehogy nem, mondta Panni. Petivel és a többi versenyzővel már megbeszéltük. Te is tudod, ugye, hogy vannak díszdoktorok, és vannak díszpolgárok, meg díszelnökök. Akkor te miért ne lehetnél nálunk díszgyerek? Nagymama akkorát kacagott, hogy a könnye is kicsordult tőle. Hát, ha szerintetek megérdemlem, akkor elfogadom a díszgyerekséget. Nagyon megtiszteltek vele. Biztosan mi adjuk majd a legszebb versenydíjat is, mondta Panni. Miféle versenydíjat adunk? Kérdezte nagymama. Hát akármit, mondta Panni. Berkes Bömbi
fél kiló nápolyit, egy pár gyulai kolbászt és egy teknős békát ajánlott fel, mondta Panni. Boros jutkáék mit adnak? Kérdezte nagymama. Egy nagy cseréből való kerti törpét, de Kockás Peti hozta a legérdekesebbet, mondta Panni, két napig könyörgött érte az anyukájának. A megboldogult nagypapájának a tajtékpipáját. Minek egy olimpia nyertesnek tajtékpipa? Kérdezte nagymama meglepődve. Panni úgy nézett rá, mintha egy pillanatra kétségbe vonta volna nagymama díszgyerekséghez való jogát. Hát, csak inkább kell neki, mint Peti anyukájának. Attól lesz igazán kivételes győztes, mert más gyereknek egyáltalán nincs tajtékpipája. És ha te nyernéd meg, mit csinálnál vele? Kérdezte nagymama. Kitenném az ablakba, hogy a többiek lássák, mondta Panni. Ejnye! Még sehol sem vagyok az olimpiai listával, mondta nagymama, pedig már a nevezések is megérkeztek. A papírlapot becsavarta az írógépbe, és gyorsan kopogni kezdett a billentyűkön. A Torockó utca, Júlia utca, Nagyajtai utca gyermekcsapata tisztelettel meghívja a szülőket, rokonokat és egyéb érdeklődőket az üres telken és az utcákon megtartandó pasaréti gyerekolimpiára. Az ünnepség napját később farragaszokon vagy személyesen, esetleg Berkes-Bömbi útján élő szóval közöljük. A gyerekolimpia elnöke Pöttyös Panni nagymamája, mint tiszteletbeli díszgyerek. Első szám, lányok 50 méteres futóversenye. Második szám, fiúk 100 méteres futóversenye. Harmadik szám, legkisebbek 20 méteres futóversenye. Negyedik szám, cselgáncs, csak fiúknak. Ötödik szám, ökölvívás, szintén csak fiúknak. Hatodik szám, rollerverseny. Hetedik szám, állathangutánzó mérkőzés. Nyolcadik szám, vízipisztolyverseny céltáblával. Kilencedik szám, szappan buborék fújó verseny. A szellemi olimpiai számok. Első plakátverseny, második szépírás táblán krétával, harmadik számolás, negyedik versmondás, ötödik mesemondó mérkőzés. A versenyszámok helyezettjei a díjakon kívül olimpiai érmékkel jutalmazzuk. Olimpiai érmékkel? Kérdezte Panni a nagymamájától. Hol veszünk olimpiai érmeket? Az én titkos fiókomból, mondta nagymama. Valamikor régen gyűjtöttem a díszgombokat, van belőle egy egész zacskóval, majd színes szallagokat ragasztunk rájuk, és kis biztosító tűkkel erősítjük őket a győztesek mellére. Első díjnak kiválogatták a legdíszesebb aranyszínű fémmel keretezett óriás gombokat, amelyeken mackó fej csillogott. Második díjul ezüst díszes, harmadik díjul csont és üveggombokat kerestek ki. Annyi volt a gomb, hogy még a negyedik, ötödik díjra is jutott belőle. Közben a plakát is elkészült. Nagymama egy féléves rajzlapra ráfestette az öt olimpiai karikát ötféle színben, öt világrész nemes vetélkedésének jelképéül. Azután az öt karika alá még három összefűzött karikát rajzolt, piros, kék és zöld színben annak jeléül, hogy a pasaréti olimpián három utca gyerekei mérkőznek meg egymással. A szöveg közé ugró, futó, labdázó, rollerező, szappan buborék fújó fiúkat és kislányokat festett. A betűket tussal írtas körös körül ragyogó, zöld, babér koszorúval fonta be az egészet. Panni és Jutka sikongatott örömében, amikor a gyönyörű színes plakátot kiakasztották a többi pályamunka mellé, egyelőre Panniék előszobájában. A tiszteletdíjak is rohamosan gyűltek. Voltak persze tárgyak, amelyeket vissza kellett utasítani, különösen a legifjabb korosztály állt elő meglepő, romlandó és részben meghökkentő dolgokkal. Boros öcsi például egy nyalókát hozott fapálcikán. Hát ezt nem vehetjük be, mondta Panni. Minden összeragadt tőle. Nem igaz, nem ragad, mondta öcsi. És kezdte a nyalókáról lehámozni az aranyszegélyes szalvétát, de a szalvéta leszakadt, és öcsi égtelen bőgésbe kezdett. Volt egy kislány a legfiatalabb korosztályban, aki nagy zacskó, leszemezett főtt kukoricát erőltetett rájuk. Korkorán Habci pedig frissen lenyúzott, nyúlbőrt hozott, amely átható szagot árasztott. Hát ilyen volt a pasaréti olimpia története. Sziasztok!